Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban szó lesz a legkisebbek szemléletformálásáról, az ideális szakmaválasztásról, megtanulhatunk újraéleszteni, és egy érdekes helytörténeti sétán is részt vehetünk. Tartsanak velünk! A tudatos életmódra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Nemrégiben az óvodások körében osztották szét a Gazda leszek szemléletformáló kiadványokat. Pályaorientációs előadásokkal indult 2019-ben a Gazda leszek program, ami a pozitív visszajelzések eredményeképpen és a nagy érdeklődésre való tekintettel a Székesfehérvár és környéke gazdakörnek köszönhetően most bővítésre került. Így készülhettek el ezek a verses színezők, melyeket Varga Imre István ingyenesen juttat el a legkisebb korosztályhoz. Elsőként itt Székesfehérvárra, az Ibli óvodába érkeztek meg a Gazda leszek kiadványok, amiknek az a célja, hogy a kisgyermekekhez és a rajtuk keresztül a szüleikhez is eljutassa azt a gondolatot, hogy érdemes a hazai agrárium által megtermelt termékeket, portékákat választani, és érdemes még a szakmák felé is nyitni. Tehát ezek a kiadványok megismertetik a kisgyermekekkel az egyes szakmákat, hogy mivel foglalkozik a méhész, a pék, a gazda például, és megkedvelhetik ezekkel a versikékkel ezeket a szakmákat, és akár később, hogyha annyira közel áll hozzájuk ez a téma, később akár a pályaválasztáskor is ez újra eszükbe juthat ez a gondolat, és amikor a szüleikkel együtt leülnek színezni, és közösen időt töltenek a családok, akár egy ilyen színezés és versolvasás során, akkor a szülőkhöz is eljut a gondolat, és amikor elmennek mondjuk almát vásárolni, vagy egyéb termelői árut, akkor nagyobb valószínűséggel eszükbe juthat az, hogy érdemes a helyi és hazai gazdák portékáit választani, hiszen jóval frissebbek lehetnek, mint a távolabbról érkező termékek, és ezen túl még a hazai gazdaságot is támogatják ezáltal. A játékos kiadványnak köszönhetően tehát a legkisebbeken keresztül jut el a szülőkhöz a tudatos vásárlásra való ösztönzés üzenete, a hazai agrárium támogatásának fontossága. A szemléletformálás nagyon sok területen a nevelés vonatkozásában megfelelő életkorban meg kell, hogy kezdődjön. Ez, hogy abban a tematikában, amiről ez a kis kiadvány szól, ez nem baj, ha már óvodába, sőt, kifestő révén akár részben bölcsödébe is megkezdődhet, hiszen az egészséges táplálkozásról, a magyar áruknak a védelméről, a magyar almáról, a piacról, egyáltalán a természethez való hozzáállásról, viszonyról szól ez a pici kiadvány, de abszolút játékos, szép kis kötet formájában, könnyen kezelhető, könnyen kézbe vehető, és hogyha egy óvónővel vagy éppen egy szülővel együtt készíti ezt a kisgyermek, akkor a mellette lévő kis rímes szöveg azt hiszem nagyon szépen szól arról a témáról, amit éppen oldalként fellapozunk, úgyhogy szerintem nagyon jó eszköz a szemléletformálás. Nagyon köszönöm szépen a Gazdakörnek, az Agrárkamarának, hogy ezt megalkotta, hogy eljuttat a fehérvári óvodákba. Most itt az Ibli tagóvodába adtuk át ezt először, és azt hiszem, és azt láttam a gyerekeken, hogy örülnek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a napi foglalkozás az, amikor majd bemennek innen a szabad levegőről, akkor ennek a kifestéséről fog szólni. Gyümölcslében és pitében is ízletes a magyar alma, városban és vidéken is jó orvosság a bajra. A játszva tanító füzetecske rímekben gazdag, témában a versikékhez passzoló rajzokat színezhetnek kedvükre a kicsik. Kiadvány tehát azon túl, hogy bővíti a kisgyermekek ismereteit, kézügyességüket is fejleszti a színezés által. Ez az óvoda a művészetek nevelési programjával dolgozik, tehát itt már a vizualitás is mindennapi szinten jelen van, és azt gondolom, hogy ezzel még egy kicsit a tudatosabb szemléletformálásra tudjuk a gyerekeket serkenteni, a kis versekkel, a színezővel, tehát nagyon hasznos lesz azt gondolom a gyerekeknek. A foglalkoztató füzetet elsősorban székesfehérvári és megyei intézményekbe szállítják, de amennyiben igény és lehetőség lesz rá, akár a megye határt is átlépik majd a kiadvány terjesztésével. Ebben az évben a koronavírus járvány miatt sajnos a szakképzési centrum intézményeiben nem lehetségesek a nyílt napok, ez azonban nem akadályozza meg a továbbtanulók tájékoztatását. A pályaválasztási időszak sem lesz a szokásos, de már készülnek a középiskolák és a szakképzési centrum, hogy internetes felületeken készítsék fel leendő gólyáikat.
az online lehetőségeket szeretnénk minél szélesebb körben bemutatni, és elindul egy sorozat, amelyben minden iskolánk bemutatkozik, és azokat az ágazatokat, amelyeket indítanak, és a nyolcadikos diákok választhatnak, ezeket szeretnénk bemutatni, és azokat a lehetőségeket is, amelyeket sajnos most a pandémiás helyzet miatt ki kell, hogy használjunk. Az internetes tájékoztatás mellett telefonon is elérhetők az iskolák az érdeklődők számára. A Szakképzési Centrum hivatalos oldalán valamennyi tagintézmény honlapjának linkje megtalálható, ezeken a webhelyeken rendezik meg a pályaválasztási eseményeket. Nagyon élő és személyes kapcsolat volt a pályaválasztási időszaka mind a diákokkal, mind pedig a szülőkkel, illetve a pedagógusokkal. Nyílt napokon és különböző pályaválasztási napokon tudtuk bemutatni az iskolákat, a szakmákat. A személyes találkozás nagyon sokat jelentett, sajnos ezekre most nincs lehetőség. Online nyílt napokat tartunk, online pályaválasztási szülőértekezeteket, illetve egyéb más olyan lehetőséget is kihasználunk, amelyet az online tér biztosít. Az online eseményekről, információkról a Szakképzési Centrum honlapján, illetve az iskolák oldalán is tájékozódhatnak a diákok, szüleik és a pedagógusok egyaránt. És ha valaki még jobban szeretne megismerkedni az intézményekkel, virtuális sétát is tehet azok falai között, emellett a YouTube csatornán is megtalálja az iskolák bemutatkozó videóit. Elsőként tehát ismerkedjünk meg az Árpád Technikum nyújtotta lehetőségekkel. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád Technikumának igazgatónőjével, Szereminé Hegedűs Krisztinával beszélgettünk arról, hogy milyen képzéseket lehet elérni az iskolában. A mi iskolánk az mindig is szolgáltató szakmákra képezte a tanulókat. Ugye most már 137 éves az intézmény, az ipar igényeit szolgáljuk ki, a társadalom igényeit, amire igény van, arra megpróbálunk megfelelő képzést felépíteni és szakembereket képezni. Kérdés, hogy mely szakmákra van igény, illetve mely szakmákra mekkora igény van. Ez ügyben a cégek és a vállalkozók közvetlen megkeresése útján érkezik információ az iskolához. A legnagyobb igény jelenleg villanyszerelőkre van az Árpádban tanulható szakmák közül. Villanyszerelőkre például 10 végzős tanulóra 30-an várnak, hogy szeretnék őket fölvenni. Tehát ezt mindig érezzük a társadalom részéről, hogy mi az, amire elvárás van. Olyan különleges szakmát is lehet itt tanulni, mint például a kárpitos vagy a divatszabó. Utóbbi képzés kitűnő alapot nyújt ahhoz, hogy a diák később jelmeztervező, stylist vagy akár divattervező lehessen. Divatszabó, ő megtanul tényleg teljesen az alapoktól gyönyörű szép ruhákat kiszabni, megvarni, megtervezni. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a kreativitásukat fejlesszük a gyerekeknek, és tényleg eljussanak egy nagyon professzionális szintig. A mozgással járó szakmák közül sportedzőket és rendészeket is képeznek az Árpádban, valamint második éve folyik honvéd kadét képzés is. Az iskola régóta ápol remek kapcsolatot a honvédséggel, és katonai alapismereteket már jó ideje lehet itt tanulni. Nagyon nagy vágyunk volt az, hogy ezt így kibővítve, tehát ne csak egy tantárgyat tanuljanak, hanem maga a képzés egészen a honvédelem köré épüljön, és olyan szakembereket képezzünk, akik majd a honvédségnél tudnak elhelyezkedni. A honvéd kadét képzés 5 évig tart, érettségit, valamint informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusi végzettséget ad, ami a honvédségnél szolgáló katonának speciális képesítést jelent. Emellett természetesen katonai felkészítést is biztosít. Az iskola tanárai folyamatosan továbbképzik magukat, hogy a szakmájuk legmodernebb arcát tudják átadni a diákoknak. A képzések mindegyike ösztöndíjas. A számos szakmai műhely közül a Királysoron található fodrász kozmetikus külső tanműhelybe látogattunk, ahol a fodrászat és a kozmetika mellett manikűrös és pedikűrös képzés is folyik. Az alapoktól kezdjük az oktatást, igazából első körben kézügyességfejlesztés, és a fantázia, a térlátás fejlesztése folyik. Ez úgy néz ki, hogy nagyon sok mindent először baba fején megtanulnak, az alap mozdulatokat, az alap műveleteket, és ezután fognak saját modeleken, illetve akár vendégeken dolgozni. Csipesz vagy a kifésőjük a vajat, így.
Most nagy álmuk a fiataloknak, mindenkinek, hogy saját szalon. Mi szoktuk javasolni, hogy azért egy két év, másfél-két év legyen, amit, hogy másik üzletben dolgoznak le, hiszen kell még a tapasztalat, kell még ugye maga a vendégkör megszerzése, tehát ugye üzletet nyitni azért úgy érdemes, hogyha már van minimális vendégkör, bár aki ügyes ezt a tanuló időszak alatt meg is szerzi. A fodrászat mellett egyre népszerűbb a kozmetikus képzés is. Mint Canka Diana szakoktató elmondta, a kozmetikusok és a bőrgyógyászok közötti határvonal egyre inkább elmosódni látszik. Nagyon fontos megtanítani a diákoknak, hogy ők nem orvosok, de így is rengeteget tehetnek a páciensek egészségéért. Megvizsgáljuk a bőrnek a különböző tüneteit, aztán megállapítjuk, hogy mi az, amit elvégezhetünk egy vendégen, és mi az, amit nem. Nagyon sokrétű a szakma, tehát van, aki csak egy bizonyos részével foglalkozik, mondjuk szempillaépítéssel, vagy sminktetoválással, úgyhogy nem mindig az a jellemző, hogy az összes részét végzik, hanem van, aki csak bizonyos munkafázisokat. Skok Evelyn Rebeka már fodrászként dolgozik, és emellett kezdett el kozmetikusi képesítést szerezni. Hogy miért? Arról ő maga beszél. Szerettem volna egy másik szolgáltatást is nyújtani, és úgy gondoltam, hogy a sminkelésre van még a legnagyobb kereslet, és időközben rájöttem, hogy a vendégeim nem csak a sminkelést szeretnék, hanem a kozmetika többi részét is, úgyhogy megszerettem azt is. Előfordul, hogy nem mindenki dolgozik abban a szakmában a későbbiekben, mint amit kitanult, de a diákok nagy része marad a szakmájában. Mondhatjuk azt, hogy azért a rendészeti, honvédelmi képzésben, akik tanulnak, ők eléggé elhivatottak, és ők ezt a pályát választják, és oda szeretnének menni. A fodrászok, kozmetikusok ugye szintén nem véletlenül tanulják ezt a szakmát, diákjaink 80%-a az a képzésben, tehát abban a szakmában marad, amit elvégzett. Az Árpád Technikum saját 266 férőhelyes kollégiummal rendelkezik, az iskolában tanulható egyes szakmákról részletesebben az iskola honlapján lehet tájékozódni. Nemrégiben volt az újraélesztés világnapja. Az életmentő tudás azonban nem csak egy nap erejéig, egy egész életen át segíthet minket. Október közepén tartják világszerte az újraélesztés napját. Az Országos Mentőszolgálat ezzel a szemléletes, egyben vicces videóval népszerűsítette a segítségnyújtás ezen formájának fontosságát. Ám a figyelemfelhívó nap elmúltával sem szabad, hogy a téma feledésbe merüljön, hiszen bármikor találkozhatunk bajba jutott emberrel. A szakember hangsúlyozza, annál rosszabbat nem tehetünk, mint hogy nem csinálunk semmit. Első körben mindenféleképpen arról kell meggyőződnünk, hogy mi biztonságban vagyunk-e, tehát ezt elhanyagolhatatlan ez a kérdés. A következő pedig, hogyan kell menni hozzá, és valami reakciót kell kiváltani belőle, és ezzel egy megszólítással, megrázással a legegyszerűbb módja. És nyilván akkor van a legnagyobb probléma, amikor ez a visszajelzés nem érkezik meg, de az is egy visszajelzés, hogy nincsen válasz, és ilyenkor kell elsajátítani azt, vagy megoldani azt a tudást, amit előtte elsajátítottunk egy légzésvizsgálattal, és hogyha nincsen légzésünk, ez egy nagyon pici folyamat, tehát 10 másodperc alatt meg tudjuk vizsgálni egy bajba jutottnak a légzését. Ha nem találunk légzést, akkor el kell kezdeni az újraélesztést. Nyilván megvan a módja, a helye, hova kell helyezni a kezünket, milyen mélyen kell lenyomni azt a mellkast, milyen ritmusban kell mellkasnyomásokat végezni, és onnantól kezdve addig kell csinálnunk, amíg valamilyen segítség, tehát a mentőhívás után a mentő ki nem érkezik. 1-2-3-4-5-5. Nagyon ügyesen. A paramedikus hozzátette, az újraélesztés annak esélyét adja meg, hogy újrainduljon a szív, a keringés, a légzés. Mint mondja, az esély mindenkinek jár, ezért is fontos a tudás mielőbbi elsajátítása, napjainkban online, egyébként pedig akár kis csoportos foglalkozás keretei között. Az online képzések, amik most inkább részét képezik ennek, és a nagy részét képezik magának az oktatásnak, és ahol bármilyen felületen, tehát hogy az oktatókból és mindenféle emberekből, akik ezzel foglalkoznak, többek között én is, tehát bármilyen felületen, mindenféle közösségi oldalakon meg lehet találni ezeket az embereket, akik természetesen akár helyszíre érkezve, akár kis családnak, akár munkahelyeknek, akár kisebb közösségeknek megtanítják ezt az újraélesztés folyamatát, és természetesen nem vesz sok időt igénybe, egy pár órás képzésről van szó, ahol minden olyan kis érdekességet és minden olyan fontos dolgot megtanulnak, amivel magabiztossá tehetik saját magukat.
Mit hívtál? Mentőket vagy a rendőröket? Mit tudom én, 112-t. Na húzzunk innen! Ne késlekedjünk, hiszen a gyors segítség életet menthet. Ez újraélesztés nagyon fontos. A 4 perc az, amit tökéletesen be kell tartanunk, és ez a 4 perc ez nagyon fontos minden ember életében. Tudni kell róla, hogy 4 percig képes elviselni az oxigén nélküliséget az agy. Ezen belül minél gyorsabban el kell kezdeni, és ezért fontos egy olyan tanfolyamat elvégezni, amiben tudjuk és magabiztosan elsajátítjuk ezt a tudást, és valósan tudunk segíteni. Rosszat csak akkor tudunk tenni, hogyha nem csinálunk semmit. Ne feledjük tehát, nem csak egy-egy világnapon, hanem minden nap érdemes szem előtt tartani. Az egészség mindennél fontosabb. Talán furcsának tűnhet, de egy temető séta is tűnhet érdekesnek, információban bővelkedőnek. Stábunk a Csutora temetőbe kísérte el Váci Márkot és a városismereti séta résztvevőit. Séta és számtalan érdekesség várt az érdeklődőkre október utolsó szerdájának délutánján a Csutora temetőben. A Magyar Városkutató Intézet és a Fekete Sas Társaság szervezésében mintegy 50-en hallgatták a temetőhöz kapcsolódó történeteket. Miért jó egy temetőséta? Miért van erre igény? Hát leginkább azért jó, mert a résztvevők megismerkedhetnek itt a temetőben nyugvó jeles személyeknek a történetével, és esetleg felfedezhetnek olyan távoli ősöket, rokonokat, akikről eddig nem is tudtak. Alapvetően kik a résztvevők, kik az érdeklődők? Hát elsősorban az idősebb korosztály, főleg a 3 órás kezdés miatt, hogy az aktív dolgozók kevésbé érnek most rá, és leginkább ők szoktak érdeklődni egyébként a rendezvényeink iránt is. Azok, akiknek vagy családi indítatásból, vagy egyéb okból van valami várostörténeti érdeklődésük. Ennek a temetőnek mi a jelentősége? 1862-ben épült a kápolnája, előtte körülbelül 90 évvel létesült, tehát ez 1770-es években. A jelentősége az abban áll, hogy főként iparos és kereskedő családok temetkeztek ide, de számos művész családot is lehet említeni, főként a 20. századból, illetve meg lehet említeni különböző polgárcsaládokat is, egyházi személyeket, akik a város történetében valamilyen jelentős szerepet töltöttek be. Említs meg egyet-kettőt, kérlek. Havranek Józsefet mindenképpen meg kell említeni, az egykori városkapitányt, majd polgármestert, Manc Jánost, az első székesfehérvári óvoda alapítóját, aztán Bori Jenőt és családját természetesen. Bori Jenő és a Bori család síremléke is ebben a temetőben található, egy közel ember méretű Krisztus fej. De vannak érdekes, különleges sztorik, amik hozzá kapcsolódnak? Nyilván vannak és el fognak hangzani. Vannak, igen, hát azért a feliratokban is lehet találkozni kedves kis aranyos történetekkel. Nyilván nem mindegyik annyira patetikus, mint ahogy azt az ember elsőre gondolná. Vannak elszomorító történetek is nyilván, de itt elsősorban az érdekességekre helyeződik most a hangsúly, a fehérvári vonatkozásokra. Neked egyébként van kötődés a temetőhöz? Nekem van, a dédnagymamám itt nyugszik, és egyébként amikor erre a sétára készültem, illetve ennek a temetőnek a történetét és egyáltalán az itt nyugvókat elkezdtem kutatni, akkor nagyon sok itt eltemetettem, mert egyébként az ő sírjához képest sikerült beazonosítanom. Hiszen az volt a kiinduló pont, tudtam, hogy az hol van, és akkor onnan tudtam igazából tájékozódni. Van kedvenc síremléked? Hát a Bori síremlék az mindenképpen a magatövis koszorús Krisztus szobrával, illetve egy Vas Antal nevű fotográfusnak az egyszerű kis fakeresztje 1938-ból, és ha már Bori Jenőt említettem, akkor mindenképpen Borsányi Ilonkának, 17 éves korában elhunyt lánynak a síremléke, amire Bori Jenő tervezett egy térdeplő kis imádkozó lányalakot, és ez térdeplő angyal néven került be a művészettörténetbe. Vas Antalról igazából, amit tudunk, azt nagyjából a fejfájával alapján lehet tudni. Fényképész volt, és 31 éves korában hunyt el 1938-ban. Az internetről előkerült egy ászjelentése, abból ugyanezek az információk olvashatók ki. Ami a plusz róla, még azt tudjuk, hogy hol volt a családnak a lakása, az akkori Budai út 13 alatt. Fotótörténetből tudjuk azt, hogy hol volt az ő fényképész műterme, illetve azt tudjuk még a gyászjelentésből, hogy saját családja nem volt, tehát nem volt házas ember, nem voltak gyermekei, testvérei voltak, illetve szülei temették a halálakor, és próbáltam bogarászni a fehérvári fotótörténetben, de egyetlen egy alkotását sem sikerült egyébként megtalálni.
maga a séta, milyen hosszú, kiszervezi, tehát technikai részletek is érdekelnek. Magyar Városkutató Intézet, illetve a Feketesas Társaság közös rendezvénye körülbelül 90 perc. Ugye 3 órakor kezdjük verőfényes napsütésben, és reméljük, hogy még azért látni fogunk valamennyire a végére. Ilyen séta ebben a temetőben, illetve Fehérvár szerte milyen gyakran van? A hosszú temetőben kerül megrendezésre Poklosi Péter vezetésével minden ősszel egy temetőséta. Itt a Csutrola temetőben ez az első, amit én vezetek, és a tervek szerint ez a további években évente 2 alkalommal, tavasszal, illetve ősszel kerül majd megrendezésre. Váci Márktól még azt is megtudtuk, hogy mi lehet az oka annak, hogy a temetőt Csutorának hívják. A hivatalos egyházi neve egyébként Feltámadás temető. A Csutora név eredete nem ismert bizonyosan, de egy néprajzi megközelítési magyarázat szerint a környéken kulacskészítő mesterek éltek, akik pipához szopókákat is készítettek, melyet más néven Csutorának neveznek. Ez volt már az Együtt magazin, köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!